Szóval megnyitó két részből áll, Bence kezdi, és Gyuri folytatja, és akkor én átadom a ezer sosem elég. Ezt ismerik ezt a mondást, ugye a szexre meg a drogra szoktuk mondani. Úgyhogy egy állandó feladat számomra, hogy ne menjek föl három lépcsővel. Legjobb volna egész nap ott ülni nálad, hogy legokosabb, hogyha föl sem megyek, mert én egy ilyen szerzetes életet vállaltam. Ez az első pont. A második az, hogy mindenkinek saját sárja van. Nekem például a déd néném, az Emma néni Váradon, a legjobb barátnőjét Gerlóci nének hívták, ez 100 évvel ezelőtt volt, és az unoka testvére volt a Gulácsi, akit azért kell említeni ebbe a társas mezőbe, mert szerintem a Gulácsi ma a sár. És mindesetre elgondolkoztam azon, hogy mi lehet, hogy bele tudunk gondolni, hogy 100 év múlva valamelyik unokaöcsünk, vagy dédunokaöcsünk az vajon hogyan él majd, milyen űrhajókkal járkál. De hogy ők gondoltak-e arra, hogy most mi itt leszünk, azt persze nem tudhatjuk. Tehát, hogy van itt egy ilyen több száz éves társas mező is. És hát ők akkoriban, 100 évvel ezelőtt, elsősorban Freudot olvastak, ez a harmadik pont. Úgyhogy gyorsan kértem a Sáritól kölcsön egy kis Freudot, és egy idézetet elhoztam. Azt mondja Freud, Artemidorosznak, az ókori álomfejtőnek igaza volt. Az álmok, az álmodó személye szerint változtatják a jelentésüket. Ki gondolta volna? Most a Talmudban is benne van ez, de hát ezt persze kevesen tudják már manapság, hogy az álom az a száj után megy, tehát ahogy értelmezzük, mindenkinek joga van saját értelmet adni az álomban. Itt egy álomtérben vagyunk, ugye, látják, hogy aztán még később még a pontokra visszatérek, látják, hogy ott jobb oldalt, ugye ilyen egy-két szereplős erőszakos, tehát családi erőszak jeleneteket látunk röviden, aztán egyszer csak ottan már 3-4 személy megrendezve, ezek ilyen maszkok, ezek szerepek. Tehát az egy-két szereplős letetszett maradni a lényegről, időben kell érkezni. Az egy-két szereplős az ugye ez a jobb oldali, nekem jobb oldalon lévő falon vannak, ez a családi erőszak jelenetek. Tehát közben vannak a társas szerepek,
és a túloldalon vannak a hátuk mögött a, ezek a tömegjelenetek, ahol minden, hogy az látszik, hogy, hogy ilyen testrészeken taposva, táncolva feltámadnak ilyen drótvonallal húzott figurák. És ezzel kapcsolatban, de a Sári megkért, hogy nagyon rövid legyek, és hát persze lehet erről több órát is beszélni, de csak egy gondolatot akarok elmondani önöknek, mert azzal azért hálásak lesznek még 100 év múlva az unokáik is. Az a helyzet, hogy ez a családi erőszak fal és a társas elhagyás, tehát a kegyetlen otthagyása a széttrancsírozott holttesteknek is, továbbmenése a gyerekhulláknak ottan. Ez azért az egyik, ez a jobboldali fal, meg a baloldali falon ma. És ez tulajdonképpen az a két pszichózis, ami a világot ma vezeti. A jobboldali erőszakhívők, autoriterek azok családi erőszak áldozatai, és baloldalon, akik pedig elhanyagolják a családtagjaikat, azok lesznek szélső baloldaliak. Tehát ezt a gondolatot ajándékozom ma itt az egybegyűlteknek, mert a Sári a társas mezőnek egy ilyen mély filozófiai képét adja ösztönösen, persze, ő nem egy elméletet követ. És miért lesznek ennek hálásak nekem ezért? Azért, mert egyre jobban polarizálódni fog a világ, egyre több szélső baloldali és egyre több szélső jobboldali dumát hallanak, mert csak azzal lehet eladni az újságokat manapság. Önök nem a tömeg része, éppen ezért joguk van egy harmadik oldalon a kerítésen ülni, on the fence, ahogy az angol mondja, és nem kötelesek sem a jobb oldalnak, sem a bal oldalnak igazat adni. Észreveheti a saját gyerekkori traumájukat, az erőszakot a gyerekkorukban, amit a Sári itt a jobb oldalon, önöknek bal oldalon mutat be, és észrevehetik az elhanyagoló szélső baloldali szélsőséges nézeteknek is a sérültségét. Mind a kettő sérült nézet, amelyik ma a kollektív pszichózisokat meghatározva, és mi középen vagyunk a szerepek és a maszkok birodalmában. Ezért azt gondolom, hogy a leglényegesebb kérdéseket tud rámutatni, és kevés olyan festő van, aki ezt tudja manapság, pontosabban rajta kívül senki nem látja ezt. És hát ez azért van, mert a fontos emberek, akiknek a hálózatában ugye, hát szerencsénk volt tartózkodni egy időben, az a Szent Kuti, a Kardos G és a Benei, és a közös halottaink, ugye ezen kívül a Hajas, a Bódi és a Xani, meg a Dixi, akik hát itt vannak velünk mindig. Aztán majd, amikor hazafele sétálnak, akkor már hívják fel a Sárit és kérdezik meg, hogy hogy tetszett neki a beszédem. És befejezésül még elmesélem, hogy holnap után, vagy mikor lemegyek Szombathelyre. Szombathelyen vannak ott 100 éve fölüli emberek is, mert nem esznek kenyere. És ott egy ilyen emlékünnepség lesz, és abban a 144-es Zsoltárból fogok énekelni egy pár sort. Örökkévaló, mi az ember, hogy ismered őt? Mi az ember fia, hogy gondolsz rá? Az ember a lehelethez hasonlít, napjai, mint a múló árnyék. Hát oly nagy módom vetédó éhú, bene no Sevéhu, odom lehevel domó, jöminből céló vér. Köszönöm szépen, ezzel megint van kiállítás.